Nagy tisztelettel köszöntjük a Sporttelevízió nézőit. Így fest kívülről a Vadonatúj Pikk Aréna, amelynek a megnyitó ünnepsége következik most. Itt vagyunk Borsos Attilával. Egy komplett megnyitó műsorról van szó, úgyhogy mi annyit ígérhetünk, Attila, gondolom mondhatom a nevedben is, hogy csak nagyon indokolt esetben szólunk majd bele ebbe a produkcióba. Igen, azt hiszem, hogy nem kell megszakérteni sem a szimfonikus zenekart, sem a balettáncosokat, de minden esetre fantasztikus ez az aréna már így első ránézésre is, ahogy belép az ember, azért ritkán látni ilyen szép csarnokot. Volt szerencsém tegnap belepillantani a főpróbába, érdemes megnézni azt a műsort és meghallgatni, ami most következik, és azért természetesen kézilabda is lesz benne, hiszen Hall of Fame csapatot is hirdettek a szegediek erre a mai estére, és a klub 60. születésnapja alkalmából. Igen, azt hiszem, hogy ez így illik, úgyhogy azt is kíváncsian várjuk majd. Sziasztok, kékek! Üdvözlet, szegediek! Engedjétek meg, hogy pályára szólítsam a Szegedhez 1000 szállal kötődő egykori végkezetes műsorvezető társamat, Hevér Gábor színművész! Jó estét, Szeged! Jó estét, Pikk Aréna! Nagyon köszönöm a meghívást! Süli Róbert, a Pikk Szeged sajtófőnöke. Neki is egy nagy tapsot kérünk szépen. És mielőtt elkezdenék ezt a ma estét, ezt az ünnepi, különleges és reméletileg izgalmakkal teli ma estét, bár én mondjuk egy könnyű Pikk Szeged győzelemmel is kiegyeznék, engedjék meg nekem, hogy megkérjem önöket, hogy álljunk föl, és közösen énekeljük el együtt a magyar himnuszt. Hajrá, Szeged! Köszönjük szépen a szegedi szimfonikusoknak, a Vaszi Viktor kórusnak, Gyüdi Sándor vezetésével. Gábor említette, hogy 1000 szállal kötődsz Szegedhez, és 1000 szállal kötődsz ahhoz a B középhez, amely most is nagyon népes. Hát így igaz, én 4,5 éves koromban láttam először még Tiszavolán meccset, édesanyám vitt el. Még a kis stadionban játszottunk. A Vas testvérekkel fölálló elektromost vertük meg, ha jól emlékszem, de ha nem, akkor is. Úgyhogy ez volt, utána pedig körülbelül 12 éves koromban, a ma este nagyjából arról fog szólni, hogy kapcsolódik össze ebben a kis világban a kultúra és a sport. Az én életemben is összekapcsolódott, ugyanis az édesanyámtól kapott pénzt, amit a fuvaló óráimra kellett volna költeni, azt én önhatalmulag felhasználtam arra, hogy beírattam magam a Délép Kölyök csapatába.
kézilabda csapatában, és 18 éves koromig kézilabdáztam. Bal szélső voltam, talán nem voltam annyira ügyetlen, és 14 éves koromtól pedig a tizavolán B közepét erősítette egy kiskatona, Pecár vezérszúrkoló mögött. Itt van Pecár! Ez a beszéd! Szia Pecár! Úgyhogy Pecákkal ott voltunk a B közében, és voltunk itt, szurkoltunk az Újszegedi arénában. És hát végre most ez egy csodálatos aréna is elkészült. Én nagyon büszke vagyok rá Szeged miatt, a kézilabda miatt, a Pix Szeged miatt, és természetesen az aréna miatt, és a szurkolók miatt is. Hajrá kékek, hajrá Szeged! Tetszik az aréna, gyerünk! Hajrá Szeged! És ahogy mondtam, a kultúra és a sport kis területen összekapcsolódik, úgyhogy kérjék, hogy engedjék meg nekem, vagy kérem, hogy engedjék meg nekem, hogy fölkonferáljam a következő számot. Karl Olf Carmina Buránájáról láthatnak néhány részletet a szegedi kortárs balett művészeinek előadásában, természetesen a szegedi szimfonikusok kíséretében, a Vaszi Viktor kórussal és Nánási Helga éneklésével. Thank you.
Köszönjük Nálási Eldának, a Szegedi Kortárs Balettnek, a Szegedi Szimfonikusoknak, a Vaszi Viktor Kórusnak, Gyüri Sándor vezetésére. Süli Robi azt mondta nekem, hogy készít majd meglepetéssel, egy újdonsággal. Remélem, hogy önöknek is elárulja. Robi, mi lehetett? Az lesz, hogy most mindenkit arra kérjük majd, hogy énekeljen velünk. Jön a premier! Jön az új csapat himnusz, amit mindenki ismer. A szurkolóink is segítenek abban, hogy elkészüljön ez a dal. Ez a dal, ami bízunk meg, hogy nagyon népszerű lesz. Jöjjön! Aki szegedi, az ilyenkor feláll, ugye? Köszönjük az új csapatindulót Molnár Gábornak, és most, hogy láthatunk néhány képet a közelmúltból, talán még a jelenből is, most menjünk egy kicsit visszább, és a 60 éve megalakult klub régmúltjára tekintsünk vissza. Érkeznek a klub legendái, következik a Hall of Fame díjátadás. Felkérném dr. Szűcs Ernő Pérter, klubunk elnökét, hogy a díjátadóra fáradjon a pályára. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, van mire büszkének lennünk. Jövő héten, december 16-án 60 évesek leszünk, és hatalmas legendáink vannak. Már is jön az első, egy igazi kapus legenda, aki magyar bajnok, magyar kupagyőztes volt 1996-ban, annak a csodálatos csapatnak a kapitánya. Hölgyeim és uraim, a hírességek falának első díjazottja, Fekete Robert! Második díjazottunk egy igazi közönség kedvenc volt. Ő kétszer nyert velünk magyar kupát 1982-ben és 83-ban, imádta a közönség. Rengeteg gólt szerzett, rengeteg örömet szerzett nekünk. Sajnos nem lehet ma itt, a díjat átveszi Farkas József, egykori csapattársa. A második játékosunk, aki felkerül a hírességek falára, Tekendre! Az első példakép, fogalmazhatnánk így is, 1973-tól 1986-ig erősített bennünket. Ő is kétszeres magyar kupa győztes. Ha ő felment, akkor szakadt a háló. Toppolt a szegedi közönség az újszegedi sportcsarnokban. Hölgyeim és uraim, harmadikként kerül fel a hírességek falára Lele Ambrus!
Azt írtam róla, hogy szív, szeretet, harcosság. Kétszeres magyar bajnok, egyszeres magyar kupagyőztes, ő érte is rajongtunk. Imádtuk a harcosságát, és hát természetesen a góljait. Hölgyeim és uraim, a következő, aki felkerül a hírességek falára, Bajusz Sándor! Vezére, nem hiába, kétszeres magyar bajnok 1996-ban és 2007-ben, kétszeres magyar kupa győztes 1993-ban és 2006-ban. Mennyi, de mennyi örömet szerzett, tarthatatlan volt a posztján. Hölgyeim és uraim, aki felkerül újból a hírességek falára, nem más, mint Mezei Richárd! A sportág művésze 1972-től 77-ig, 78-tól 84-ig szerepelt a Pikszeged csapatában és annak elődjében a Volánban. Kétszeres magyar kupa győztes 1982-ben és 83-ban. 209-szer szerepelt a magyar válogatottban, azonban 62 évesen 2017-ben elhunyt. A díjat Tamás Sándor egykori csapattársa veszi át, aki felkerült szintén a hírességek falára. Szabó Sonka László! Akiért megdobbant a szegedi szív, 11 éven át erősített bennünket, ő is kétszeres magyar kupa győztes 1982-ben és 1983-ban, 11 évet játszott nálunk. Az igazi klubhűség példaképa volt. Ő sincs már sajnos közöttünk. A díjat átveszi lánya Tóth Luca. Hölgyeim és uraim, a díjazott Tóth Géza! Volt nagyon sok nagyszerű kapitányunk, de őt is a szívünkbe zártuk. Az örökös kapitány 2014-től 2021-ig szerepelt a Pikszegedben. Kétszeres magyar bajnok, EHF kupa győztes, magyar kupa győztes. Ma nem lehet itt, hiszen mérkőzés játszik a csapatával, azonban majd miután kimondom a nevét, Jonas Selmáról van szó. Egy videóüzenet következik, Jonas szól nekünk! Hello Szeged, hello Pik Arena. I am so sad that I can't be here with you tonight and enjoy this big moment with all of you. This is a moment what the club have been waiting for so long, and finally you are here in this amazing sport world. This is the beginning of a new era. Together fans, players and the club will make this your new home. I wish you the best luck and many good victories. And hopefully, sometimes in the future, we can see a game together. Hojra Szeged! Hölgyeim és uraim! Jonas Selmáról! 1961. december 16-a. Ez egy történelmi pillanat. Ekkor alakult meg a klubunk. Ekkor alakította meg azt a csapatot, amelyet nagyon szeretünk. Hölgyeim és uraim, a hírességek falán alapítunk Dr. Mérci Mihály! Misi bácsi, hölgyek, urak! Az alapítók!
szegedi feláll! Volt egy legendás utánpótlás edzőnk, aki szintén ott volt az alapításkor. Rengeteg kitűnő játékost adott a csapatunknak. Nagyon sok játékos neki köszönhető, hogy sikeres a pályafutása. Hölgyeim és uraim, a díjat majd átveszi gyermeke Ludányi László, hiszen ő sincs már közöttünk. Az újabb díjazott Ludányi Márton! Hölgyeim és uraim! Ők kerültek fel a hírességet falára. Megkérném a díjazottok, hogy egy közös fotóra álljanak össze. Köszönöm szépen! Hölgyeim és uraim! Itt a történelmünk! És hogy már ma este mondtam, a kultúra, a művészet és a sport néha összeér 1990-ben az olaszországi labdarúgó világbajnokság előtt Luciano Pavarotti elénekelte Giacomo Puccini híres áriáját, a Turandotból, Kalafáriáját, ami arról szól, hogy egy nagy kihívás elé állítja a főhőst. Ma este is itt mindig általában nagy kihívás elé fog állni a PIK Szeged, de a hős azt mondja, feleljünk meg a kihívásoknak, és azt mondja, nessun dorma, senki se aludjék. Tűnjön el az éjszaka a sötét fellegéről a csillagok, és jöjjön a fénylő hajnal. És vincero, vincero, mert győzni fogunk. Győzni fogunk ma is, és mindig győzni fogunk. Hajrá Szeged, hajrá kékek! És a ma ezt a dalt önöknek Töntös Roland fogja elénekelni a szegedi szimfonikusokkal, Gyüdi Sándor vezényletével és a Vasszi Viktor kórussal. Fogadják szeretettel! Nessun dorma, senki ne aludjék, mert győzni fogunk!
Tötös Roland! Bravo! Nagyon köszönjük! És a mai kis műsorunk a megnyitó utolsó számmal következik, ahol a művészek tisztelettek a sport előtt, ezelőtt a csodálatos aréna előtt fogadják szeretettel a Szegedi Kortárs Balett Blue című produkcióját, a kékeket, és ne felejtsék el a kicsit új szlogent: mindig csak előre! Thank you.
Köszönjük ezt a csodálatos bemutatást és az estét művészeinknek, a Szegedi Kortárs Balettnek Juranyis Tamás koreográfiájával, a Szegedi Szimfonikusoknak, a Vaszi Viktor kórusnak, Gyüdi Sándor vezetésével. Nagyon szépen köszönjük, hogy megnéztek és meghallgattak bennünket. Én búcsúzom önöktől, de Suli Robi még marad. Nagyon-nagyon jó szurkolást és természetesen PIK Szeged győzelmet kívánok ma estére. Hajrá Szeged, hajrá Kékek, hajrá PIK Szeged, mindig csak előre! Helyér Gábor, hölgyem és uraim! Köszönjük szépen! Óriási élmény volt, hogy itt volt velünk, és megfelelő hangulatba kerültünk már! Kedves nézők, ez volt tehát a PIK Arena megnyitó ünnepsége, és amihez mi hozzá tehetünk, az azt hiszem, hogy a Hall of Fame csapat. Attila, milyen érzések voltak benned, ahogy jöttek a korábbi szegedi játékosok és legendák? Hát mindenképpen szívmelegető volt, mert azért ez inkább az én korosztályom. És hát elsősorban engem azok a régi barátaimnak a hiánya fogott meg, különösen a Tóth Géza és a Szabó Sonka, akikkel sokat játszottam együtt a válogatottban annak idején, és nagyszerű emberek voltak, nagyszerű játékosok, és tényleg egy pillanatra most így felidéztük az emléküket, ez egy szép pillanatok voltak. És hát a többiek is persze, mind-mind olyan játékosok, akinek a neve összefonódott a Szegeddel és a magyar kézilabdázással. Úgyhogy ez szerintem egy nagyon klassz dolog, hogy ezt így sikerült összeállítani, ezt a álomcsapatot a múltból. És bízzunk abban, hogy az elkövetkezendő hónapokban, az elkövetkezendő években, évtizedekben sok hasonló klasszis és hős születik majd itt ebben az arénában. Kedves nézők, ez volt tehát a megnyitó ünnepség. Köszönjük szépen a figyelmüket, természetesen várjuk majd önöket a későbbiek során is, a viszontlátásra!